Nem tudom megtalálni. A sok érem közül nem könnyű megtalálni a legkedvesebbet, de minden fiatal tornászlánynak van egy-egy kedvence. A Lembergi megyéből is, Budapestről. Ez a kedvencem, ez is Lembergi. A háború elől menekülő lányok nem hagyták otthon az értékes érmeiket. Az új helyen tovább folytatják kedvenc tevékenységüket, és újabb győzelmeket is szereztek. Négy éves korom óta tornázom. Kisgyermekkorom óta szeretem. Tetszik, hogy itt mindenki sportol. Sok a verseny. Ha sokat gyakorolsz, akkor első helyezéseket érsz el. A Perlina Zakarpattya sportklub tevékenysége a háború alatt sem szünetelt. A csoportba egy tucat áttelepült gyermeket fogadtak be. Alapítója Katerina Movcsán tudta, mennyire fontos, hogy a gyerekek lássák a felnőttek határozottságát és a stabilitást. A gyerekeknek erőt ad az, ha látják, hogy nem engedjük el magunkat, nem adunk teret a pániknak és a félelemnek. Mivel határozottak és nyugodtak vagyunk az edzésen, sőt egész idő alatt, ezért a gyerekek ezt úgy értelmezik, hogy minden rendben van, és gyakorolni kell. Természetesen előjön az aggodalom, vannak közöttünk áttelepült gyerekek, akik nyugtalanná válnak a légiriadó vagy bizonyos események hatására. A klub számára nem volt biztos a versenyen való részvétel, viszont nyáron döntöttek, miszerint elutaznak a Szlovákiában megtartott edzőtáborba, szeptemberben pedig már sor került a Lembergi versenyre. A napokban tértek vissza a budapesti nemzetközi megmérettetésről. A fiatal tornászok méltóképpen képviselték Ukrajnát a 15 országból érkezett sportolók körében. Élményekkel, tapasztalatokkal és érmekkel tértek haza. Nagyon szép és érdekes verseny volt. Nagyon tetszett, mert szép, amikor fellépsz. Tizenöt ország képviseltette magát a versenyen, én első lettem a korcsoportomban. Javítottam a korábbi hibáimon, melyeket elkövettem a fellépésem alatt. Most már nagyon jól sikerült. Két olasz lány nagyon magas szintet képviselt a ritmikus gimnasztikában. Már idősebbek voltak. Én mindig nagyon izgulok, de amikor elkezdődik a fellépés, az izgalom elmúlik. Talán azért, mert hiszek magamban. Jelenleg több mint 60 gyerek vesz részt a klub edzésein. 3 éves kortól lehet jelentkezni. A ritmikus gimnasztika kecsességével és szépségével vonzza a lányokat. A versenyek, a sok munka, az igyekezet, a győzelmek pedig tovább motiválnak mindenkit. A gyakorlás edzetté, egészségessé tesz. Háború idején pedig kizökkent a mindennapokból, és megvéd a stressztől.